Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket május első vasárnapján itt a református sírkertben Szadán. Külön köszöntöm Pintér Lajos, Szadda nagyközség polgármesterét és a képviselőtestület megjelent tagjait. Köszöntöm Székely Bertalan leszármazottait és mindenki, aki eljött a Székely Bertalan nap megnyitó rendezvényére. Székely Bertalan a magyar festészet egyik kiemelkedő alakja volt. Itt vásárolta meg nyaralóját, és rendszeresen láthatták a faluban sétálni, ahogy ihletet merített a következő festményeihez. Mi, szadaiak, méltán vagyunk rá büszkék, és őrizzük, ápoljuk emlékét. A mai ünnep születésnapjához legközelebb eső vasárnap, szóljon róla, emlékezzünk, ünnepeljünk együtt. Felkérem Pintér Lajost, Szadda nagyközség polgármesterét az ünnepi köszöntőre. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, tisztelt családtagok! Köszöntök mindenkit a 188 éve született Ádámosi Székely Bertalan, a 19. század magyar festészet kiemelkedő alakjának síremlékénél. Mi szadaiak büszkén vállaljuk azt az erős kötődést lakójainkhoz, amely régóta jellemző ránk. A közös múltunkra és az abból fakadó értékeinkre való megemlékezés fontos része a szadaiságunknak. Hagyományaink tisztelete és szokásaink megtartása segíthet minket abban, hogy Szada növekvő lélekszáma ellenére is az a falusias település maradhasson, amelynek egykoron megszoktuk, és ahol jó élni. Egyértelmű, hogy ez a nap és Székely Bertalan személye örökre összeköt minket. Ennek megfelelően nem lehet más a dolgunk, csak az, hogy méltóképpen emlékezzünk Székely Bertalanról. Ádámosi Székely Bertalan szadai kultuszának ápolása közel 80 éves múltra tekint vissza. Mindig is azt célozta, hogy összegyűjtsük és méltóképpen gondozzuk azokat az emlékeket, amelyeket Szada megőrzött Székely Bertalanról, a híres festőről, a fővárosi művészúrról, aki közel negyed századon át családjával együtt Szadán töltötte a nyarakat. Székely sok időt szánt szadai sétáira, kijárt festeni a környező dombokra, így a helyieknek megszokottá vált, hogy a festőállványával letáborozik, és hosszú órákon át dolgozik tájképein. Talán nem lehet véletlen, hogy a szadai táj és a szadai emberek megiklették Székely Bertalant, aki olyannyira megszerette településünket, hogy tisztelete jeléül végső nyughelyét is itt jelölte meg. Végakaratának megfelelően 1910 óta nyugszik szadai földben feleségével együtt. Törzsgyökeres szadaiként Székely Bertalan emléke számomra is örök. A festőnk nevét viselő általános iskolában tanáraink kiváló pedagógiai érzékkel fontosnak tartották, hogy ideje korán találkozzunk Székely Bertalan szadai kultuszával. Ennek megfelelően első találkozásom képeivel már kisiskolás koromban megtörtént, első emlékeim pedig a Kisfiú a vajas kenyére című alkotása kezdődött. Székely Bertalan mindannyiunk jó ismerőse lett, és végigkísérte iskolás éveinket. Hiszem, hogy ezzel sokan vagyunk így, és büszkén gondolunk azokra az időkre. Székely Bertalanhoz való kötődésem és érdeklődésem máig aktív. Munkáiban a mai napig fedezek fel érdekességet és emlékezeteset, hiszen képei egy letűnt kornak, számunkra már ismeretlen Szadának állítanak emléket. Látva műveit, rácsodálkozhatunk lakóhelyünk egykori megjelenésére, de mégis ráismerhetünk az ismerős dombokra, tájakra és naplementékre. Székely Bertalan komoly értéket hagyott örökül. A róla szóló tudást és az őtövező tiszteletet közös felelősségünk megőrizni, ápolni, és az utánunk jövő generációknak úgy átadni, hogy az mindenkor része legyen a szadai közösségi emlékezetnek. Mi itt Szadán hosszú évtizedek óta töretlen hűséggel ápoljuk Székely Bertalan épített és szellemi örökségét. Ennek részeként minden évben május 8-ához, a festő születésnapjához legközelebb eső vasárnapon, Székely Bertalan napon emlékezünk meg a 19. század festő géniuszáról, az eszményi szépség apostoláról, akinek emlékezetét mi szadaiak mély tisztelettel és szeretettel őrizzük. Kívánom mindannyiuknak, hogy a legszadaiabb ünnepünkön
a székelybertalan napon éljük át együtt a szadaiság, a szadainak lenni jó büszkeséggel teli érzését. Higgyék el, számomra nincs ennél felemelőbb alkalom. És végül emlékezzünk székelybertalan egyik napló bejegyzésére, amelyben így vallott. Terveim. Családi boldogságot festeni, gyermekeket, szép asszonyokat, a hősies témákat sem elhanyagolni. Idézet vége. Úgy vélem, hogy mindezek művek nélkül Szada és a világ is szegényebb lenne. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr, gondolatait. Most pedig fogadják szeretettel a Szadai Református Gyülekezet kórusát. Rutter, Gyönyörű Mén című kórusművét éneklik. Kórusvezető Antal Édua. Oh,
Köszönjük a kórus énekét. Ünnepi beszédre felkérem Lovas Orsolya művészettörténészt. Székely Bertalan művészetével kapcsolatban leggyakrabban a történelmi festészet kifejezés jut eszünkbe, ám művészi sokszínűségének köszönhetően tevékenysége jóval szerteágazóbb és sokrétűbb volt. Székely nemesi család sarjaként Kolozsvárot született, hamar megmutatkozott tehetsége, és kisebb kerülővel a Bécsi Képzőművészeti Akadémia diákja lett. Több alkalommal kénytelen volt megszakítani tanulmányait, mely során már akkor az akadémiai festészet szigorú rendszerén túlmutató irányzatok és mesterek felé fordult. Az 1850-es évekre tehető festői felkészülésének időszaka, ekkor már készít oltárképet, portrékat is, tanulmányozza a korábbi mesterek elveit és stílusát. A 60-as években már családot alapít, és a Müncheni Festészeti Akadémián folytatja tudása mélyítését, bővítését. Ebben a két évtizedben születnek a magyar történelem témáit kiemelő alkotásai is. A korszak az 1848-as forradalom és szabadságharc leverését követő időszak, melyben a nemzeti tragédia, az ősi magyar erő vászonra vivése volt a magyar művészek legfontosabb törekvése. Székely Bertalan lelkesedik és elszánt a magyar nemzeti téma iránt, és komolyan foglalkoztatja ennek eszmei háttere is. A nemzeti művészet alapjának a nemzeti érzület meglétét tartotta, mely a közös táj, erkölcsi rendszer, szokás és nyelv meglétén túl a múlt és a hagyomány ismeretét is magába foglalta. Ellenezte a kiüresedett pózokban megjelenített, csupán külsőségeikben magyar ábrázolásokat, mert elemi fontosságúnak tartotta, hogy a nemzeti érdek mellett egyetemes emberi szempontból is előrevivő, példamutató legyen egy munka, a magasabb szintű erkölcsiség hassa át azokat. Ezen törekvése nyomán született meg a jól ismert Dobozi Mihály és Hitvese tragédiáját bemutató képétől kezdve a Mohács, az Egrinők, Zrínyi és számos nagy magyar témát középpontba állító munkája. A nemzeti sorskérdések, a magas művészi színvonal, a 48-as eszmék és a magasabb erkölcsi emberi értékek kifejezése, mely a korszak magyar festészetét jellemezték. Székely Bertalannál valódi erkölcsi tartalommal, érzelemmel töltődött meg, és így magasabb szintű eszmék kifejezésére is alkalmassá vált. Az érzelmekre való hatás, a megfelelő színek alkalmazása, több idősik egyesítése, szintézise volt az ő sajátos stílusának jellemzője. A lélektaniság, bensőségesség, az irodalomból kölcsönzött, sűrített drámaiság jellemezte e korszak alkotásait Székely pályáján. Az 1867-es kiegyezés után azonban aktuál politikai mondanivalója és kritikus hangvétele miatt háttérbe szorult, és mivel a nagy közönség képigényével nem egyezett saját törekvése, vissza is vonult, és ekkoriban talált szadára. Művészetében számos más műfaj is helyet kapott, ilyen például a pályát végigkísérő portré, mely Székely Bertalannál nem a fényképészete jellegű megörökítés szintjén állt, hanem az emberi psziché és természet, az elmélyült jellemábrazolás terepe volt. Arany János művészetével rokonítható az ő törekvése is, az ideál és reál, vagyis az érzelem és a realitás egyszerre való megragadása az arcképben. Az életkép műfajában szintén a valódi érzelmek tolmácsolása által mozdította ki az állóképszerűségből a korábban szinte mozdulatlan műfajt. Az anyagyermek és a nő élete témaköré csoportosítható művei magas színvonalon a romantika korszakának széles érzelmi skáláját mutatják amellett, hogy személyesek és egyediek. Tájképei szintén különleges helyet foglalnak el a magyar művészet történetben, hisz az újdonságok felé való nyitottsága ebben mutatkozik meg leginkább. Már korai grafikái is a friss, realista szemléletmódot tükrözik, míg a korszakra még az akadémikus szemléletmód szerinti előtér-középtér-háttér tagolású, néhány dekorációs céllal elhelyezett figura megjelenítése jellemző. A 80-as évektől ismét sajátos módon közelíti meg a témát, melyről így ír. Nem a természetet, hanem a hatását kell utánozni. Nem az eredeti miatt, hanem a szellemi átdolgozás miatt érdekel a kép. Idézet vége. Témái és festészeti módja is a realista stílussal rokonítja tájképeit, mely azonban a művészi szellemi átalakító munkáját is szükségessé teszi a látvány formálásában. Vallásos témáiról a most nyíló kiállításban tudhatnak meg majd többet. Székely Bertalan mitológiai témájú munkái és aktjai is sajátos szint képviselnek a magyar hagyományban. A 19. századi festészet nagy kedvel fordult a mitológiai témák felé, melyhez az aktok megjelenése is szorosan kapcsolódott.
Székely Bertalan azonban egész más módon alkalmazta a ruhátlan női testet, mindig egy magasabb szellemi cél eszközeként jelentek meg festményeim. Nagy Sándor jellemzi így mesterét. Székelynél a mezítelen test jobban felöltözött, mint az apáca. Idézet vége. Számos tanulmányrajza tökéletesítése során született meg a Léda című munkája, majd a japán nő és a forrás. Az ő aktjaiban nem húsvérasszonyok, hanem a tisztaság, hűvös szépség mutatkozik meg. Pályájának fontos állomása volt tanári működése. 1871-től már a mintarajziskola tanára, ahol a jövendő rajztanárait oktatta. 1902-től Keleti Gusztáv halála után helyettes művészeti igazgatója is, 1905-től Locz Károly halála után pedig a második számú mesteriskola igazgatójává választották. A mintarajziskola a nem művészi pályára kerülő, de jó képességű diákokat fogadta, mely egészen más szempontok szerinti oktatást igényelt, és Székelyt is arra késztette, hogy világosan, egyszerűsítve fogalmazza meg magas szintű ismereteit. Művészetpedagógiai tankönyvet is írt tanítványainak, ebben így fogalmaz. Művészileg rajzolni annyit tesz, mint a természet által nyújtott tárgyaknak megfelelő képét előállítani esztétikai szabályok szerint. Idézet vége. Komoly tanulmányokat folytatott maga is mindehhez, rengeteg gyakorlati és szemléltető eszközt alkalmazott. Rendkívüli módon foglalkoztatta például a lovak mozgása, melyhez 45 nagyméretű, tudományos igényű anatómiai szemléltető ábrát is készített. Mozgástanulmányaiban a ló alakját és mozgását rögzítette fázisrajzokban, melyhez a korszak új eszközét, a fotográfiát is felhasználta eszközként. Felvette a kapcsolatot a korszak legkiválóbb külföldi szakembereivel is, és pontos rajzai segítségével a film elődjeként ismert zootróp szalagon jelenítette meg az állat mozgását. A fotográfia felívelését ő is nyomon követte, és ezzel kapcsolatban komoly polémiát folytatott kortársaival, akiket a szolgai másolás helyett az érzelmekkel való megjelenítésre ösztönzött. 40 éves tanári pályája alatt kidolgozta a főiskolai oktatás korszerű rendszerét, mely emelte a rajztanárképzés szakmai színvonalát. Diákjait arra sarkalta, hogy a nagyhírű munkák másolása helyett egy-egy részlet alapos megismerésében mélyüljenek el, mégpedig olyan módon, hogy az adott részletet az eredetihez képest teljesen ellentétes pozícióból indulva rajzoltatta meg több verzióban, mely végül természetesen az eredetihez tért vissza, mint egyetlen helyes megoldáshoz. Székely Bertalan korának egyik legműveltebb művésze volt, szakmájában elmélyült, újító, alapos és elkötelezett pedagógus. Sokoldalú művészete fontos átvezető kapocs a 20. század új törekvései felé. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen Lovas Orsolya ünnepi gondolatait. Ünnepi műsorunk folytatásaként fellépnek a gödöllői Frédéric Chopin zenei alapfokú művészeti iskola növendékei. Árki András, Hídvégi Boldizsár és Pervai László, a Vaskalapos énekegyüttes. Felkészítő tanárok Benedek Krisztina. Fogadják őket szeretettel. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden ember tér nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamra, mintha mennék gyászos koporsomba. Midő nagynak adom a testemet, deszkaka közé zárhatom éltemet. Hosszas álom érheti szememet,
a kakasszó hozhatja végemet. Vessünk számot, én édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ennyit idők utathoz vezess engem, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Üdvözl légy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak éges oltalma, Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi. Te Szent Léleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán. Azért neveztek Bátor Lászlónak, mikorom még csak ifjú férfi voltál. Dicsérjük magyarok Szent László királyt, bizony érdemli mi dicséretünket. Dicsérjük őtet, angyalok mondván, üdvözl légy kegyelmes Szent László nagy király. Köszönjük szépen az éneket. A koszorúk és a virágok elhelyezése következik. Szada nagyközség nevében koszorúzásra kérem Pintér Lajost, Szada nagyközség polgármesterét, Petrák Árpád alpolgármestert és Vrabé Balázs képviselő urat. Szada nagyközség intézményei nevében koszorút helyeznek el dr. Csikós Gellértné, a Székely Bertalan óvoda bölcsöde vezetője, és Hegedűs András, a Szadai Konyha vezetője. Kérem, Székely Bertalan leszármazottait jöjjenek és helyezzék el a megemlékezés virágát.
Szadai Nyugdíjas Klub nevében koszorút helyeznek el Bartók Józsefné és Tóth Erzsébet. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola nevében koszorúznak Tasi Beáta és Péter Sánta Henriett igazgatóhelyettesek. Most pedig felkérem a Székely Bertalan Általános Iskola tanulóit, helyezzék el a virágaikat. Ezzel ünnepi megemlékezésünk véget ért. Köszönjük megtisztelő jelenlétüket. Aki teheti, csatlakozzon hozzánk a Székely Kertbe, a 3 órakor kezdődő kiállítás megnyitóra, valamint az ezt követő ünnepi műsorra. Várunk mindenkit szeretettel. Viszontlátásra!